az orvos együtt véleményezi egy bizonyos forgási idő után, és akkor még attól nagyobb finomításokra van lehetőség, tehát az a együttműködés, vagy együtt dolgozás ennek a teamnek, egy kis szép csapatnak, de beleértve ezt a szülőgyereket, nagyon fontos, mert akkor lehet jó korrekciót tervezni, illetve a meglévő is már használt cipőn továbbfejlesztése a következőnél, az fontos lehet, hogy tudjuk, hogy mi volt, mi változott. Még egy kérdés, cipő maradandó károsodást. Véleményem szerint azért ennyire súlyosan nem kéne fogalmazni. Rossz cipőt hordani tartósan, és utána ennek a következményei kialakulhatnak, de az, hogy egyszer valaki egy szerencsétlen választás következtében komoly károsodást szenvedje, nem tartom valószínűleg. Köszönöm szépen. Dr. Varsakó Péter főorvost hallották a Heimpár Gyermekkórház ortopédiai.